A kiválasztó edzések után az U14-es Leány déli regionális válogatott harmadik összetartásán már egy szűkített keretnek szerveztek programot Bolyban. A lányok a PMFC Akadémia mellett Szekszárdról, Kaposvárról, Paksról, Kecskemétről, Siófokról, Szegedről és Gyuláról érkeztek. Három éve focizok, és büszke vagyok, hogy most itt lehetek, ugye, és hogy egy jó csapatba játszhatok most ugye a PMFC-nél. Én Szekszárdon focizom, és pécsi vagyok, és szeretnék sokáig itt focizni. Én Gyuláról érkeztem, és az a célom, hogy bejussak a U15-ös válogatottba. Az UEFA és az MLS közös projektjének keretében hozott döntést a múlt évi U14-es pilot program folytatásáról, melyben ismét nagy szerepet kap az új korosztályos válogatottak megszervezése és versenyeztetése. Ennek első lépése volt az U14-es regionális válogatottak kialakítása, játékosok felkutatása és felmérése. Mindenki otthon edz, mindenki a saját kis klubjában edz. Igazából ez egy kezdeményezés volt, hogy az U15-ös labdarúgó női válogatott alá dolgozzunk, és megkeressük a kisebb községekben, kisebb városokban, klubokban az ügyes, tehetséges U14-es lányokat. A PMFC Akadémiáról 8 lány kapott meghívást a szűkebb keretbe. Arról, hogy kik kerülnek majd be az U15-ös válogatottba jövőre, a májusi 4 régió tornája dönt majd. Mindenki tudja, honnan indultunk, tehát az névén belül már kiemel bánosság szerepelünk, már van 2 válogat játékosunk, egy román, meg egy magyar, plusz itt van sok ügyes kislány. Ez az mutató jó az irány, viszont most kezdődik a kőkemény munkán, úgy gondolom, most kell bizonyítani itt a helyünk. A bói fiú focisták kíváncsian várták, hogy milyen lesz lányok ellen meccset játszani. Nem tudom, fura lesz, de megpróbálunk győzni, ahogy kell. Hát szerintem ugyanúgy, és meglepetést okozhatnak nekünk. A mérkőzésen az ellenfél a bójese utánpótlás csapataiból összeállított gárda volt. Ugye nagyjából ugyanaz a korosztály, én úgy gondolom, hogy azért a fiúknak előnyösebb lesz ugye a mai mérkőzés. Bízom benne, hogy meg fogjuk nyerni a mai találkozót. Azt a lényeg, hogy a lányoknak egy jó felkészülési meccs legyen, teljesen adott minden Bolyba, jó körülmények vannak, úgy gondolom. Remélem, hogy meg is feleltünk annak az elvárásnak, amit ugye a válogatott szint követelt. A mérkőzést 4-2-re a fiúk nyerték.